Na csak, hallok valamit. Azt mondta, hogy lassan és tisztán érthetően beszéljünk, nem pedig úgy, hogy ilyenkor itt van velük és ó, értettem, mit mondtunk. Hát, na de mikor, igen. Helikopterek nem tudnak jönni ebben a viharban. Until dawn? Na, az a szarvas fel szeretne jönni. Günther, te vagy az? A szevasztopolon kellett volna maradnod. Jújjújjúj, mi az ott? Ez lehet, hogy kellemetlen lesz. Mitől lett hirtelen tűz? Te jó Isten. Hú, ez egy jó kamerállás volt. Nem, most nem lenne a legjobb pillanat arra, Emily. Hála Istennek, Matt megúszta. Matt az ékszerelmére nagyon vigyáz. Ó, még te is életben vagy. Igen, az jó dolog lenne. Köszönöm. No, you stop it. Why do you question every little thing I say? I'm goddamn sick of it. Matt. I'm gonna try and get to you and pull you up. Now, will you please get me off this goddamn tower? Please, 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 Matt, just do something. Lezuhantunk egészen a bányákig, na az nem semmi. Ne, mentsük meg a picsát, igen. I'm coming. Here. Oh
tip it. Jó, barátom, mert mire készülsz? Oké. Hehehehe. Ah, de gonosz vagyok. Biztos vagyok benne, hogy túlélte. Amilyen szerencsénk van. Amilyen szerencsénk van, egy pofon mi kinéz Emilytől nekünk. De hát nem hiszem, hogy ebből a szituációban tudtunk volna segíteni neki. Jesszus, Ashley, te még mindig tiszta vér vagy. Atyavilág. Amúgy megmondom az őszintét, a live főhősök közül szerintem Emily néz ki a legpofásabban. Milyen jó cucca van. Igaz, hogy jobban néz ki, hogyha nem tiszta vér, de... De na. Nézzük meg, hogy érzi magát, mert egy ilyen dolog után... Azért annyira nem rossz. No. Most gondolom, Samantha-t keresnénk. Igen, csak hát ő már... hetet hét határon túl van egy liftaknában. Szegény, nem is hiszem, hogy azóta elmert onnan mozdulni. Valamint abban bízom leginkább, hogy a pszichopatával nem fogunk összefutni. Na, most szokásom a szívem, megint mindent végigpróbálgatok. Mert muszáj mindent végiglesnem, hogy valamiből kimaradjak. Ki tudja, lehet, hogy azóta a gyilkos rakott le valami gyűjtögethető tárgyat idő nekünk, mondjuk egy zacskulángoló kutya szart, vagy valami bármi mást. Valami bármi más, csak hogy gyűjtögessek valamit, hogy mindenem meglegyen a játékban. Ha már feltételezhetően elhagytunk két totemet. Na, a TV esetleg? Nem? Jó. Ahogy gondolják. Valamint csekkoljuk le újra a főbejáratot, mert itt megint van két ajtó, ami közül választhatunk. Először is ez. Nem. Nem. Ó, tényleg, Ashley, olyan mit gondol erről a kis kártyáról? Nagyon gyorsan megfordította a kártyát. Fucs! Zsitty! Ő semmit nem gondol erről. Abszolút nem. Valamiért most minden ajtó zárva van. Jesszus! Ashley milyen morcos feje volt egy pillanatra. Úgy vicsorít ez a lány, hogy bármikor bárki szembe jöhet vele, akkor azt mondhassa rá, nyee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 
okay? Again, again, again. I know how hard that was. Josh was your friend. Ashley, stop. No, I want to say, I mean, thank you. Thank you for saving my life. Ash, what was I going to do? I couldn't let anything happen to you. Nem értem, hogy a játék néha miért közelít ide az emberek arcára, tehát ilyenkor csak nevetséges is tudom tenni a szituációt azzal, hogy a joystickot össze-vissza baszogatom. Elég, szeretnék tovább menni. Gondolom a fejlesztők így akarják jelezni felénk azt, hogy a karakterünk éppen mit érez, hogy mekkora terrorban vannak szegények, és az kiül az arcukra, de adjátok a kezembe a kontrollját, és egyből nem fog működni a dolog. Igen, tudom, hogy lefelé kéne mennünk az alaksorba. De, mint mondtam... A gyűjthető dolgok számomra... Mi az Isten? Miért? Jó kérdés. Te meg hogy az ördögbe kerültél fel, de ilyen hamar? Igen. A dologhihez is meglestük már, de ki tudja, hát ha különböző karakterek más gondolnak bizonyos dolgokról. És akkor hát, ha frissülnek a nyomok, amiket eddig összeszedtünk. Valamint... Már akarom próbálni ezt az ajtót, mint Ashley. Amúgy tényleg, hogyha a körfűrészes résznél úgy választjuk, hogy Ashley-t öljük, mert akkor Josh-sal rohangálunk itt? Vajon akkor? Mikor visszajövünk ide? Már, ha visszajövünk ide, persze.
Ez a számtalan végkimenetel, amire lehet gondolni egy ilyen játéknál. Hú, tényleg, ha már idefent járunk, megnézem, hogy estével fel tudjuk esetleg venni Samnek a mobiltelefonját. Hát, ha később vissza tudjuk neki adni. Hé, Sam, itt a mobilod. Ah, köszönöm. Tiszta víz a fülhallgató. Esküszöm, mintha a játék a legeslegelején mutatta volna nekem, hogy van egy futásgomba játékban, de... Talán az L2 vagy az R2-re mondta az, de... Jaj, ajtó! Jaj, Istenem, az ajtó! Meg kell vakarni a pociát, hogy megnyugodjon a leányzó. Hoppó, hoppó, erre, balra. Van egy sanda gyanúm, hogy ez az ajtó neked nem akar itt kinyílni. Hiába dugom bele a lámpámat. Nézzétek meg, nézzétek meg. Hát, francba, oké. Szemnek a mobiltelefonja ott marad a helyén. Ha csak a maszkos fazon nem jött és szedte el saját maga? Sajnálom, skacok, hogyha esetleg a szipogásom vagy a orrtörölgetésem belehaladszódik a játékba, de tavasz van, szép idő van, nyílnak a virágok, és hát megint előjött az allergia a porra, meg a virágporra, szóval nem egyszerű most szenesinek lenni. Ősszel meg tényleg a legjobb szenesinek lenni, mert akkor nem piszkálom az orromat megállás nélkül. Oké, ezzel az ajtóval sem tudom mit kezdeni. Valószínűleg azt gondoljátok rólam, hogy csak az időt húzom. Nem. Nem. Én tényleg kíváncsi vagyok, hogy hát ha az ott a termett itt egy-két dolog, amire érdemes odafigyelni, és az ember nem gondolna arra, hogy el kéne ide jönni ahhoz, hogy felvehessük. Ashley, vajon mit gondol erről a kis mozis trófeáról? Semmit. Hát jó. Akkor sajnálom, de abszolút felesleges volt ide följönni. Az higgyétek el, ilyenkor ez részemlés egy nagy csalódás. Á, Kriszte úri ember. Eddig a játékban a férfi karakterek közül Matt és Krisz a legszimpibb. Esküszöm nektek. Matt mindig energikus, mindig támadó, mindig izgul. Krisz pedig egyszerűen... Nem is értem, hogy szegény ezek után fejben, hogy lesz rendben, meg lelkileg, hogy lesz rendben. No szóval... Van ott valami az asztalon. Ami nem is egy asztal, de... Na. Ó, ezt is lecsökkoltuk már egyszer, mint Sam. Így van. Istenem, te lány. Nagyon kész. Igen. Ha, értem. Szóval... Elvileg, ha sokáig nem mozgunk, akkor csinálja ezt a játék. Mind a ketten le vannak döbbenve arról a mozi poszterről. Az egyszerűen félelmetesen néz ki. Nem csinálja ezt a játék, csak néha egyszer ráközít az embereink arcára, és akkor kész. De azért milyen jó pofa kis moziterem. Úristen, saját mozitermük van ezeknek az embereknek. De király lehet itt filmet nézni. Mármint egy rendes filmet, nem azt, amit Sam-nek mutatott a csávó. Annak eléggé dokumentumfilm jellege volt. Az pedig ugye ebben... Oh! Unalmas! Na, már most mérgestem, amire kritizálom a filmjét. Oké.
Hát, ezt az ajtót láttuk meg először, szóval... Ki van a másik oldalon egyáltalán? Bocsás, örök meg srácok, de muszáj orrot fújnom most, mert nem bőnt van. Igazából addig tudok is haladni. Automata ajtó, persze. Ja, elnézést. Kukucs. Wait a minute. Did you just see that? Sam? Did I see what? That, Chris, that! What that was that? It was like a see-through shape, like a ghost. Oh boy. I'm furious. Why don't you believe me? I said I saw it. Doesn't that count for anything? We've been through hell tonight, okay? Your mind is fried. My mind is fried. Az biztos. I don't even trust what I've been seeing. Hát... Nem lehetett szellem. I don't know, I saw something, Chris. Ash, it's okay. You just, we're both kind of out of our heads right now. I mean, we gotta pull it together, okay? You with me? Chris. Let's just keep our heads. Are we going crazy down here? It's the only place left Sam could be, Ash. I wish we could just go find everyone else. And what if Sam needs us? What if she's in trouble? Oh God. Let's go. Ez nem normális. Egy Sam formájú szellem nem lehetett, hát Sam nem lehet halott. Bízunk benne legalábbis. Nem lehet halott a leányzó. Hopp, hopp, hopp. Hát igen, elég nehéz tisztán gondolkodni azok után, amiket itt átéltek Ashley és Chris, szóval... Chris próbálta főhősnőnket megnyugtatni, hogy az biztos, hogy egy földi poklon vagyunk most keresztül eddig, de próbálj meg megőrizni a hideg vérünket, hát a Samnek szüksége van ránk. Hát hogyha igen, a sarkoktól el tudnék tekinteni, akkor tudnék menni neki segíteni is. Néha olyan furcsa az irányítás a játékban, mint hogyha egy sinel haladnék, és hogyha erről egy pillanatra is letérek, akkor kész. A aktuális karakter az alkalmatlan lesz bármilyen előre haladásra. Az ilyen helyeken miért minden csupa víz? Puff! Ez valószínűleg csak a boiler volt. Édesanyámnak a lakásában is van egy olyan boiler, ami hogyha elkezd fűteni, akkor PUM! Hatalmas csattanással felkapcsol. Rohadt ijesztő. Nem, hozzá sem értünk. Közelébe se voltunk. Nem tudom, de most benézek. It's a whole scene with dolls and everything. Yes, for some thing like. Yeah. Tudnék nézelődni most? Nem mondod. Nem mondod, ne hülyeskedjél már, simán belátunk innen is. De nem elég jól. Ugyan már basszus. Jó, játsszuk a hülye játékodat, kell egy kulcs. Kell egy kulcs, hogy benézhessünk oda. És most már rohadtul érdekel, hogy mi van oda bent. Wait, Chris, let go! Ó, értem. Az nem Sam volt, akit láttunk. Facebook! Dehogy nem. You're freaked out because of what happened with Josh. You're not paying attention. I saw it. I saw a ghost, and it looked like Hannah. Ezt akartam mondani. Wait, what? Maybe Pat. Jesus, Ash. What do you think? They followed us up here from the seance? I don't know. Maybe. They didn't because ghosts don't exist. Dehogy nem, Hannah ott állt a háttérben. They were talking to us at the seance, Chris. I don't know. Okay, ez Sam volt. What did that? How does a picture just jump off the wall like that?
Hát, gravitáció, meg szellemek és poltergeist. Igen, mikor a szeánszot próbáltuk Chris-szel és Josh-sal, akkor nem vettem észre, egy kedves néző mutatott rá, de de Hannah-nak a szelleme valószínűleg ott állt a háttérben, és így most már jogos az, hogy lehet, hogy szellemeket látunk. Francba, pedig emögött kéne szemnek is lennie. De nem volt opció, hogy vállal betörhessem az ajtót sajnos. Itt nem bújhattam volna el rendesen a pszichopata elől, mert... Ah, Chris, akkor a hátad van! Nem tudok megkerülni se. És te! Te csak nem a seggemet nézted azzal a zseblámpával? De igen, Szóval Hannah szelleme erre jött. Hoho, megvan a kis kulcs! Nyomozói ösztöneim azt mondják, hogy ez... valószínűleg egy kulcs. Oké. Oh my god! There! Look there, Chris! Chris, ezt totálisan látnod kellett. Igen, látta. You do see it! I don't know, I just... This is fucking crazy. Chris, it's showing us the way. Ohoho. Bezonyám. Ez valóban egy szellem volt. De igen. Most már muszáj. Na hadd nézem, mi folyik ide bent. Ó, Istenem. Igen. Így van. It's so accurate. I mean, that's exactly where I was sitting, and that's where Matt was. This was set up by someone who was there. Or someone, or something that was watching us. Maybe it's a warning. I think someone put this here to mess with us. No, it has to be the ghost. It's trying to tell us the maniac killed Hannah and Beth. I think it's this bastard that he's here trying to fuck with our heads. Why would he set this all up, Chris? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Dice! Na, mi van oda fönn? Igen, hogyha jól láttátok, a bábuk pontosan olyan sorrendben vannak, ahogy a játék elején Hannah-t át akarták venni, és videóra akarták venni, hogy levetkőzik. Hát ez meg micsoda? Hannah naplója? Valószínűleg egy lakáslogot kell még fordítanom, de jó lesz. Mom finally agreed. Anya végre belement. The invitations are out, the party is going to happen. A meghívókat elküldtük, a party össze fog jönni. I hate that I have to wait. Utálom, hogy várnom kell. So far Ash, Matt and Sam have said definitely yes. Nothing from Mike. Eddig Ash, Matt és Sam azt mondták igen, jönnek, de még semmi nem jött Mike-tól. Surface. Oh my god! Mike confirmed. He phoned just this afternoon. Úristen! Mike is jön! Hívta délután Josh-t. Woohoo! Party time! Everyone being together here on the mountain is gonna be so awesome. Cozy fires and hot tubs and OMG, Mike. I am so psyched to spend some time with him. I can't breathe this! It's so sad, Chris. Igen. Valóban elég szomorú, hiába is faszkodom itt. Ne! Én el akartam olvasni. Basszus. Valószínűleg nem tudod, hogy nyomva a ravasz, hogy azért rakta el. A francba. Nem lehet még egyszer megnézni. De igen. De igen. Oké, ravasz nyomva tart. Szóval. Woohoo! Holnap van a party. Everyone being here together on the mountain is going to be so awesome. Cozy fires and hot tubs and oh my god, Mike. I am so psyched to spend some time with him. Mindenki itt lesz a hegyen, és fú, a kurva jó lesz. Tűz lesz, meg forró fürdő, és Mike. Annyira fel vagyok pörögve, olyan jó lesz vele lenni. Totally got to stop obsessing, but I can't help it and don't want to. Na igen, hát úgy néz ki, hogy Hannah oda volt Mike-ért. Nagyon is.
mi van még ott? Na. Amúgy ez amúgy rohadt ijesztő, tehát ezekkel a figurákkal, atyaisten. Ijesztő. Szóval, itt egy Mr. ajtó kinyílt. Kukucs! Oké. Magasra biztos abban, amit látod, nem igaz, uraság? Hoppá! Hello! Mi ez? Mi ez, mi ez? Ó, te rohadék! Chris? Egy rejtett kamera! Hadd nézem csak. Egy videókamera, amely el volt rejtve a dobozok közé. Hoho! Meg tudom nézni vajon a felvételét, vagy... Csak faszkodok itt vele. Na ne! Ne! Well, that'd make sense, I guess. I don't like being watched. Ki szereti? Better? Köszönöm, Krisz, már is jobban érzem magam. Go suck an egg. Szopj egy tojást. De végül is. De nem mondod, hogy nem nézhetjük meg a felvételeket rajta, vagy valami, szedjük ki a memóriakártyát, vagy ilyesmi, hát ez bizonyíték. Ah, tényleg. Hey. És ez micsoda? Gleam Professional Lighting Solutions. Fénytechnikáról egy szakkönyv. Transformerek. Look. One of the bulbs is circled. Valóban. És ezt szerintem tartsuk közel magunkhoz, mit szóltok hozzá. Királyság, be a popónkba. Hát nézzem, mit mond nekem a játék erről a... Nem a totemekről, hanem a... Mi az ördögről? Igen. Nézzük csak. Lightbulb Catalog. Villanykörte katalógus. Az alaksorban találtuk. A Specialist Lightbulb Catalog. The circled light bulb is for a specific type of projector. Nocsak! Egy speciális villanykörte katalógus, és a villanykörte, ami ki volt jelölve bekarikázással, az egy egyedi típusú projektorhoz való. Ami lehet, hogy a filmteremben van. Te szemét vadállat. Te, original lamp for RB type projectors. Aha. A RB típusú projektorokhoz való villanykörte. 96 wattos, 5000 órát tart. Na! Hát ezt is tudjuk most már. Hopp, mi ez? Ne. Gondolod, hogy ez nem lehet még ijesztőbb? Ó, köszönöm szépen. Csótányok! Mi más? Talán Godzilla volt? Fogalmam sincs. Mit csattanhatott ekkorát, ha csak nem a torony? Igen. Az egy dolog, hogy Josh édesapja szeret filmekkel foglalkozni, de az ég szerelmére minek kell egy ekkora halaksor a ház alá? Ki tartja ezt rendben egyáltalán? Hát nézzétek meg, hogy néz ki. Hopp, várjunk csak. Várjunk csak. Mi van itt? Oké, semmi izgi. Ó, ismerős hely. In the world are we now? Ez egy nagyon jó kérdés. Fogalmam sincs, hol lehetünk. This is like a whole other hotel. I have no idea this place.